Magyar Kupa negyedik fordulójában Kaposvári Rákóczi FC 2, Gyirmót FC 3-2. Mérkőzés végén a hazaiak mesterét kértük meg, hogy értékelje a találkozót. Hát tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert a másodosztály egyik legjobb csapatával találtuk magunkat szembe, de a játékosokban olyan elszántság volt, hogy így két nappal a bajnoki mérkőzés után is teljes odaadással és taktikailag az első félben teljesen fegyelmezetten két gólos előnyre tettünk szert. Aztán második fél időben az ellenfél ugye beleerősített, behozta a jobb játékosait, kiegyenlítettek, de a csapatnak a tartását mutatja, hogy 2-2 után se roppant össze, hanem meg tudta hozni mérkőzést 3-2-re. Ki tudná kiemelni a csapatból? Hát igazából az újságíróknak is azt mondtam, hogy az egész csapatot, de hát ugye így nem lehet. Hát a középső védőt, a Major Ádámot, a kapust, elől a Harunát, tehát olyan plusz tettek hozzá, amivel a csapat meg tudta nyerni a mérkőzést. Köszönjük szépen, és gratulálunk, és további sok sikert kívánunk. Én is sok sikert kívánok. Mérkőzés követően Sós Imrét, Gyirmót FC vezetőedzőjét kértük meg, hogy értékelje a találkozót. Hát egy értékeltetlen első fél időt követően az öltözőben egy kicsit úgy gondolom, hogy rá kell pirítani a játékosokra. Azt láttam kívülről, mintha teljesen úgy mentek volna ki a pályára, elég csak felvinni a meszt, és akkor ez a mérkőzés ez meg lesz. A fiatalok azt játszották, amit kellett ellenünk. Igazából rendkívül szervezettek voltak, és egyszerűen értetetlen számomra az, hogy magas, jó fejlő játékosaink vannak, miért kell nekem minden pontrugásnál remegni. Sajnos ugye a sérülések áthúzták a számításokat. Sok sérült játékosunk van, főleg a támadó szekcióban, és hát az egyenlítés után én úgy gondolom, hogy egy jogos gólt elvett tőlük a játékvezető. Mit lehetett volna még tenni? Ugye 2-2-nél már azt gondoltuk, hogy megfordítjuk a mérkőzést, akkor abban a periódusban jól játszottunk, ennek ellenére jött egy újabb pontrugás, ami most már sokat szól. Hát igen, mindenki ment előre, egy kicsit úgy gondolom, hogy rutinos játékosaink vannak, ennek ellenére mégse igazán oldottuk meg azt, hogy átadjuk a területet az ellenfélnek, nyomtunk, sajnos a helyzetek kimaradtak, és hát az ellenfél egy felesleges szabálytalanság után én úgy láttam, hogy teljesen felesleges falat volt, sikerült egy pontrugás keretben ismét a kapunkba találni. Hétvégén vasárnap megyünk a Eto 2-höz, ugye az is egy NB1-es csapat második csapata, milyen tanulságokat lehet levonni ebből a mai 90 percből? Hát azt mindenféleképpen, amit elmondtam a fiúknak a mérkőzés előtt is, hogy a fiatalok, akik az NB1-es második csapatban vannak, mindenképpen bizonyítani akarnak a szakmai stábnak, agresszíven játszanak, gyorsan próbálnak meg futballozni, hiszen többen az első csapat keretével készülnek. Erre lehet számítani Győrben is, hogy senki sem fogja olcsón adni a bőrét. Köszönjük szépen, Sós Imrét hallottuk a Gyirmót TV-ben.